Itt a mostani M9-es úton haladva lehet majd eljutni egyenesen Kecskemétre, Szekszárdról és Tolnamegye déli részéről egy-két éven belül. Már elkezdték előkészíteni ugyanis a Tolnai megye székhelyet Kecskeméttel összekötő gyorsforgalmi út tervezését. Erről az Innovációs és Technológiai Minisztérium közlekedéspolitikáért felelős államtitkára beszélt stábunknak. Szekszárdnál van egy évek óta létező Dunahíd, a Szent László híd, és ugyancsak megkezdődött az előkészítése, ugye ez ma az 51-es útig tart Bács-Kiskun megyébe, megkezdődött az előkészítése ennek az M9-es folytatására az 53-as úti csomóponton túl az 54-es csomópontjáig. Az államtitkár azt mondja, a cél, hogy minél hamarabb elkezdődhessen ennek a szakasznak az építése, ugyanis az Európai Unió a mostani tervek szerint a jövőben már nem támogatja majd a gyorsforgalmi úthálózat bővítését. Elsősorban a üvegházhatású gázok kibocsátásának mérséklése érdekében a vasutat és a hajózást támogatja az Európai Unió, illetve a transzeurópai közlekedési hálózat még hiányzó szakai szajnak megépítését. Magyarországon ilyen már nagyon kevés van.